Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt állunk a Budapest Poker Open A-napján. Itt van velem tesó Majka, hello. A nagy zsivány, ugye élő pokerből sokan ismerhetik őt. Azonban itt konkrétan rá is kérdeznék az elején, hogy mostanában egy kicsit, mintha ellenét ülne az élő rendezvényekről. Milyennek az oka? Hát gyakorlatilag nem játszottam már majdnem, hogy 2 hónapja úgy élőben kártyát, ahogy kéne, vagy amilyen törődést igényel ez a műfaj. Dolgozom. Ez az egyetlen egy oka. Általában reggel megyek mindig 9-re, és este ilyen 10-kor végzem, meg 8-kor, és akkor már legkevesebb kedvem van ahhoz, hogy játszak. Aztán most ugye volt egy másfél hónap szünetem, ahol meg inkább regenerálódtam, meg készülünk az új műsorra, meg lesz most egy verseny, ugye az Everest Poker. Jó voltából bejutottam ezen a szatellit versenyen Bécsbe, erre az 500 000 euró garantált versenyre. Igen, ezt látom is. Hogy... Igen, most szponzorváltás volt, igen, úgyhogy az Everest Pokerhez igazoltunk, ugye Szilesi Viki van még ott, és bejutottam náluk egy szatellit versenyen a Bécsbe az 500 000 eurós garantált versenyre, ami a december 8-ától lesz 11-ig, és hát ugye közösen úgy döntöttünk, hogy akkor már induljak az ő színeikben, és ennyi volt gyakorlatilag az elmúlt 2 hónapban a kártya. Te az jó statisztika, hogy nem játszottam, egyszer játszottam egy szatellitet, és azonnal bejutottam a 500 000 eurósra. Szóval, ez egy hatrán. Így van, abszolút, úgyhogy bízom ezt a formát átmenteni ide is, mert tényleg úgy jöttem, hogy nulla készülés, és abszolút már tudod, nagyon tele van a hócipőm azzal, hogyha ha megyek valami nagy versenyre, akkor mindig előtte készülök, próbálok valamit okoskodni, aztán mindig töltelék maradok, ami szerintem lehet most se lesz máshogy, de legalább jó, most jól fogom érezni magam. Biztos, mert már nagyon rég nem kártyáztam, úgyhogy kicsit olyan, mint amikor a boxoló, tudod, már nem engedik boxolni napokkal. Ki vagy éhezve? Igen, napokkal a meccs előtt, és akkor ki vagyok éhezve a boxoló. Azért még kíváncsi leszek, hogy este 3:30-kor a 12. vakcint után is ilyen frissen üdén várod, de majd mondjuk, ha tovább jutsz, akkor nyilván izgalmakat teli fogod várni a középdöntőt. Hát, egyébként még egy kérdés az Everesttel kapcsolatban, hogy terveztek a közeljövőben valami nemzetközi élőversenyt, hasonló magas beinú élőversenyt, mint akár a BPO? Igen, van arról szó, hogy jövőre ugye én már abszolút leigazott játékos leszek az Everestnél. Ez majd még sokban múlik attól, hogy ők mit akarnak, meg hogy én mit akarhatok, meg akarok, de abszolút az a tervünk, hogy hosszú távon dolgozunk együtt. Tehát jövőre van egy csomó élőverseny, ahol szeretnék, hogy elmenjek. Ugye az Everestnek van egy csomó olyan túrja, amik Spanyolországba, Portugáliába, meg mindenfelé járkálnak az emberek. Úgyhogy ezt nagyon szeretném, hogyha ez összejönne. Mert azért ez mindamellett, ugye tudjuk nagyon jó, hogy egy remek szórakozás nekünk, mint kártyásoknak a kártya, de azért eljutni ilyen helyekre az meg egy külön szép dolog, és nagyon gálások, tehát vihetek magammal egy embert, elmegyek a csajommal, jól érezzük magunkat, tehát hogy ez egy tök szép dolog is. Az a pókeres élet. Jól van, Majka, nagyon köszönöm az interjút és a gyors választ. Igazából még későbbiekben azt hiszem, hogy mikrofon végre foglak kapni, bízom amikor benne, már egy picit fáradtabb leszel, 2-3 bad beat után megnézzük, hogy a mosoly az arcodra fagy-e. Jó, figyelj, annyi, hogy amikor ha kienség, akkor nem mondok interjút, mert azt utálom, amikor megyek kifelé, és mindig elkaptok, és akkor azt mondom, hogy esték ki? Kiestem, ólimba, kész. Tehát, hogy akkor nem akarok adni. Ha tovább jó, akkor megígérem, hogy a kiesés után nem lesz interjú. Jó, csak annyit hozom, amikor a kiesés. Oké, köszönöm még egyszer. Én köszönöm.